Ebben a videómban a dermatofitózis elleni kiváló koncentrátum helyes használatát fogom bemutatni. A neve Lime Sulfur Deep, sajnos Magyarországon egyelőre nem elérhető, de különböző külföldi oldalakon megvásárolható, és egy-két héten belül házhoz szállítják a terméket. Lényegét tekintve ez az oldat, illetve koncentrátum meszesként összetételét tekintve 97%-ban szulfatált mészoldatot tartalmaz. Sárga színű, és minden esetben vízzel higítva alkalmazzuk. Én körülbelül itt bejelöltem 35 ml-t, és ezt ehhez töltöm be, tehát 35 ml-t betöltök az oldatból, ami sárga színű. Az általam jelölt pontig, ilyen a színe. Egyetlen egy probléma van vele, elképesztően büdös, záptojásszagú, de ugyanakkor elképesztően hatékony is. Ezt az egészet most vízzel felhigítom. Így néz ki. Természetesen nem ebbe fürdetem meg a kölyök cicákat, avagy a felnőtteket. Kis cicák esetében én ebbe a tálba bele szoktam rakni ezt az oldatot, mert ez megfelelő méretű, egy olyan 4-től 7 hetes korig a kicsiknek, és ezt a tálat én belerakom minden esetben elsősorban a kézmosóba. Ezt átöntöm. És a kicsiket ebbe fürdettem meg, ugyanis érdemes legalább 3 percet áztatni benne őket, hogy a koncentrátum megfelelően, illetve a hatóanyag kifejthesse a hatását. Ezen a ménykoncicám fogom bemutatni az oldat helyes használatát. Természetesen a cica számára megfelelő hőmérsékletű vizet fogok használni. Nem a kedvencük a fürdetés, de már egészen hozzászoktak. Minden kicsit meg szoktam fürdetni, akkor is, a természetesen, ha beteg, ha van valami bőrbetegsége, bőrproblémája, akkor hetente 2-3-szor is, de ha nincs, 4 hetes kortól preventív jelleggel ugyancsak megfürdetem őket. Na gyere babám, jó? Kézmeleg vizet használunk a fürdetéshez.
vigyázzunk arra, hogy a cica szemébe, fülébe ne kerüljön, kiváltképpen az oldalból ne kerüljön majd semmi. Azért mindenhol alaposan átáztatjuk a kabátkáját. És ha ebben meg vagyunk, akkor belehelyezzük őt a higított meszes oldatba. Ami, ahogyan már említettem, borzalmasan büdös, és jellegzetes sárga színe van, úgyhogy ideiglenesen picit sárgás lesz Kalifornia cica, de természetesen ez lejön. Viszont nagyon fontos az, hogy alaposan mindenhol érje a cica szőrét és bőrét a fürdető. A fülecskékre is. És szinte mindenhol próbálom eloszlatni. Fürdetőt, és ez így legalább 3-4 perces folyamat, pont a behatási ideje az oldatnak. Jó cica! Okos cica! Ügyes! Igen, nagyon ügyes. Oda is teszünk neki. Leginkább a végtagokon és a fülek tövénél szoktak jelentkezni a gombás sodás tünetei, de nagyon gyakori itt a szemöldöknél, illetve a szemkörnyéknél is. De hát most itt mindent elpusztítunk. A spórákat is. Igaz, babám? Okosan. Elpusztítjuk őket. Elpusztítjuk mindenkit. Alaposan. Még a lábacskák áznak az oldatban, de tényleg igyekszünk mindenhova juttatni belőle, és alaposan átdörgölni vele a cicácskát. Még ebben a korban, pontosabban ebben a méretben, amiben ők vannak, és súlyban, szerencsére kiválóan elférnek a kézmosóba, illetve ebbe a kis tálkába is. Természetesen felnőtt Maine Coon macskák esetében 8-9-10 kilós cicáknál ez nem igazán jöhet szóba. Ott már azért ugyanezt kádba és kádas fürdetéssel lehet elvégezni. Mi van?
te ügyes a baba! Jaj, te ügyes! Na, még egy kicsit, így. Kicsit feküdjél bele, jó, babám? Az a tuti, ha belefekszel. Úgy, úgy. Úgy fekszik. Igen, utálja. Jól van, nem baj. Okosan feküdjél bele, jó? Büdös? Tudom, baromi büdös. És baromi sárga. Igen. Ugyan most itt a videóban nem kesztyűbe csinálom ezt az egész folyamatot, de erősen ajánlom és javasolom a kesztyűben fürdetést, mert nagyon maró ez az oldal. De én már annyira hozzászoktam ezekhez, hogy az én kezem és bőröm már szinte mindent elbír. Igen, ügyes, okos, ügyes, füleket is, igen, igen. Na. És most, hogy Kalifornia cica ilyen gyönyörű, szép sárga lett, kivesszük a higított oldatot. Egyébként ebben az oldatban több cicát is meg lehet fürdetni természetesen egymás után, mivel fertőtlenítő hatású teljesen fölösleges újra és újra higítani és cserélgetni. Tehát egy oldattal több cica tud fürödni. Most pedig ezt a gyönyörű sárga csodát lemossuk a cica bundáról. Gyere, papám! És ha már itt moslak, akkor a popsikádat is átmosom, mert hagy maga után némi kivetni valót a munkásságot. Bizony. Bizony. A sárga oldalt mindent sárgává tesz, de hát szerencsére könnyedén lemosható. És a nizorállal ellentétben a gombaspórákat is elöli. Hogy szinte más oldatot nem is szívesen ajánlanék, illetve fürdetőt, ha gombás problémával állunk szembe. Igaz, babám? Na, úgy. Jaj, de szép sárga vagy. Már mindjárt fehér leszel, ne aggódjál. Úgy, úgy. Igen.